Megyénkben sokan ismerik Nagy Sándort, a Madách Színház művészét, hiszen Fényes Litkén született és Kisvárdán járt gimnáziumba. 13 évesen esküvőkön kezdett el zenélni, innen vezetett az útja Toldi Mária musical stúdiójába. Bár korábban orvos vagy lelkész szeretett volna lenni, mégis a Színművészeti Egyetemet választotta, ahol zenés színész szakon végzett. Az osztálytársai voltak többek között Tompos Kátya és Dolhai Attila is. Meghatározó volt számára a Kisvárdai Doktorok Színtársulat, akikkel ma is szívesen dolgozik együtt. Nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolok a doktorokkal, nemrég Tiéd a világot játszottunk, illetve bármilyen produkcióban is, hogyha ráérek, akkor mint résztvevő, hanem akkor meg mint néző vagyok jelen. 2005 és 10 között az Adagio trióval adott számos koncertet, CD-jük platina lemez lett. A közönség nem csak a Madách Színházban láthatja, játszik a Veresegy Színházban és a Játékszínben is. Idei évada nagyon zsúfolt, új bemutatóra a Teljesen idegenek tragikomédia premierjére készül, és két tévésorozatban is forgat. Az ember azért próbálja ezeket minél őszintébben megfogni, ugye a mi kisfalunkban azért egy jóval szélsőségesebb karaktert kell, akit nem az eszéért szeretünk feltétlenül. Ugye a Szabó Győző által játszott figurának egy ilyen pandantja tulajdonképpen. A Jó fiúkban pedig abszolút egy emberi figurát kell játszani, aki nagyon szerelmes egy rendőrnőbe, de hát neki a volt férjével még azért van némi lezáratlanja, úgyhogy én ebbe sajnos belesétálok. Nagy Sándor a Bencsvillában a remek hangulatú esten számos színházi sztorit mesélt, szavalt József Attilát és Radnótit, valamint musical és operett részleteket is énekelt. Október 15-én Varó Dániel költő, műfordító érkezik a Bencsvillába, akivel Kovács Dénes beszélget majd gyermek és felnőtt versekről, műfordításokról. Természetesen nem maradt ki az estből a költő szaval programblog sem.